Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. A hétvégén 16. alkalommal szervezik meg Székesfehérváron a Tűzzel Vassal Fesztivált, mely a kovácsok, fegyverművesek, késkészítő mesterek országos találkozója is egyben. Erről beszélgetünk majd itt a stúdióban, aztán pedig a Vörösmarty Színház társulati évad zárójára látogatunk el. Ha tehetik, tartsanak velünk, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Késesek, kovácsok, fegyverművesek, minden, ami a vassal, illetve a tűzzel kapcsolatos, ez fellelhető lesz a Rácz utca és környékén ezen a hétvégén. Sőt, hogy most már mondhatjuk azt, hogy egy hagyományos konferenciával indul majd az egész program kavalkád. Erről beszélgetünk stúdiónk vendége, Szentszíné Zsuzsa, a kézművesek, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke. Szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Hát elstartól ugye a nyári időszak a leghosszabb nap tájékára szerveződik hagyományosan a Tűzzel Vassal Fesztivál, hogyha jól számolok, 26. alkalommal? 16. alkalom. De járjon majd a 26. is, ebben bízunk. Én már nagyon megelőlegeztem nektek. Köszönöm. Így van, és tényleg egy késkészítő konferenciájával kezdünk, tavaly tartottuk az elsőt, és most idén jön a második, mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk ezzel, országban sehol nincs ilyen, mi kezdeményeztük, nálunk van. De ezek szerint volt rá igény akkor a szakma részéről? Igen, pontosan a szakma kezdeményezte azt, hogy legyen egy olyan fórum, ahol különféle előadások hangzanak el, tájékoztatót kapnak a késesek, ugyanis 1980 óta nincs késes szakma képzése. Tehát aki szeretné megtanulni ezt a szakmát, annak meg kell találni a forrásokat, de iskolai keretek között nincs ilyen képzés. És akkor ezt próbáljuk segíteni, hogy a késes dinasztiák ilyenkor a konferencián bemutatkoznak. Tavaly a Belencsák dinasztia mutatkozott be, az idén a Madaras dinasztia. Aztán olyan kérdéseket járunk körül előadással, megbeszéléssel, ami a késeseket érdekli. Pedig egy jó bicskára vagy jó késre mindig szükség van, ezt gondolná az ember, és igen. Hát azt látjuk, igen, hogy azért reneszánszát is éri ez, nem? Az emberek részéről, igen, és szívesen vásárolnak ilyen egyedi bicskákat maguknak. Igen. Így van, igazad van, mert azt látjuk, hogy kimaradt egy generáció, és a nagypapák után most az unokák és unokaöccsök jönnek, hogy nagyon sok fiatal késes megjelent a szakmába, tanulnak, szeretnének tanulni az idősebbektől. Aztán megjelent egy olyan réteg is, akik például az internetről tanulják a késes szakmát. Itt már vannak kisebb kisiklások ugye a népművészet és a hagyománnyal kapcsolatban, de ezzel a konferenciával nekik is próbálunk segíteni, hogy mik azok a követendő dolgok, vagy kötelező dolgok, aminek egy késnek meg kell felelnie. Hogy ne legyenek tévhitek, hiszen igen, azért, hogyha beütjük a keresőbe, akkor nem biztos, hogy igen, a legjobb igen, megoldások igen, kerülnek elő. Így van. Nos, ezzel a konferenciával indul gyakorlatilag pénteken, mondhatni, a fesztivál is, nem? Ez egy kicsit ilyen előszobája magának a rendezvénynek. Igen, ugye mindig választunk egy fő témát, ami most a bugyli bicska. És hát ez a bugyli bicska, ez egy érdekes fogalom, ugye a népmesében is van, hogy ha a kondás fiú kirem hasítja a kis gömböcöt, akkor ugye nem szabadulnak ki belőle. Tehát ezt a bugyli bicskát fogjuk most megismerni, és lesz róla előadás a konferencián is, és lesz másnap a nagy közönségnek is a Tűzzel Vassal Fesztiválon. Ugyanígy lesz két előadás, például a konferencián elhangzik egy olyan, hogy a késkészítőknek milyen szabályokat és rendeleteket kell betartaniuk. Másnap a fesztiválon elhangzik egy olyan beszélgetés, hogy kés a zsebben, ez a címe, hogy ha mész az utcán és nálad van egy kés, akkor mi az, amire neked figyelned kell, vagy milyen szabályokat kell betartanod? Ezt se sokan tudják, úgyhogy erről is lesz előadás. És hát kinyílnak a utcák, a kapuk, és ilyenkor aztán tényleg minden csinyát, binyát, fortélyet megismerhetik a vasas szakmának az érdeklődők. Igen. Gondolom, hogy ez az idei esztendőben sem lesz másképp. Így van, pontosan kinyílnak a Rácz utca udvarai, mindig ezt mondom, hogy az egész utca kivirágzik ilyenkor.
és egy napra élővé tesszük. Nem csak a mi házunkat és környékét, hanem az egész utcát. Akiktől elkértük az udvart, mindenhol megkaptuk. Mi minden udvarba programot teszünk. Ez lehet gyerek, népi játszóház, vagy kézműves foglalkozás, vagy kiállítás, vagy előadások, vagy a hagyományos asszonyműhely, ahol bemutatózni, kipróbálni lehet mindent. Úgyhogy megtelnek élettel az udvarok. Mondhatjuk azt, hogy akkor tulajdonképpen a család apja is, nagyja is megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot, sőt, a férfi emberek és az asszony népek is. Pontosan így van. Szóval tényleg a család minden tagja megtalálja, mert ugye szokták kérdezni tőlem, hogy hát egy nő mit keres a tűzzel-vassal, meg késes fesztiválon is, én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokat, mert a konyhában a kések, amikkel dolgozunk, az ilyenkor beszerezhetők. Nagyon jó kis konyhai késeket lehet venni ilyenkor, vagy késélezőt, vagy kisollót, manikürolót, tehát megtalálják a nők is a számításukat. Sőt, hát vannak olyan bicskák is, ami kifejezetten a hölgyek számára készül. Igen. Már egyszer egy korábban, egy pár évvel ezelőtt már volt is bemutató, hogy néz ki egy szép női bicska. Igen, nekem is van, úgyhogy nekem is a táskámban ott van egy pici kis női bicska. Igen, igen. Tehát a nők is megtalálják, nem csak a kézimunkás részen, hanem akár a fegyveres vagy előadással kapcsolatos részen azt a területet, ami őket érdekli. Ugye mindig nagy tömeg szokott lenni azokon a helyeken, ahol izzik a vas, ahol ki lehet próbálni, ahol lehet látni, hogy hogyan készülnek Igen. ezek a dolgok. Ezek a bemutató műhelyek most is működnek majd? Így van. Ugye a házunknak a végében van egy kovács műhely, tehát az folyamatosan egész nap üzemel, úgyhogy várjuk azokat, akiket érdekel ez a mesterség. Ezen kívül az utca több pontján lesznek kovácsok, akik bemutatóznak, és mutatják, hogy lehet nyílhegyet kalapálni, vagy szöget, vagy hát sok minden egyebet, amit ők el tudnak készíteni. Szerinted mi az, amit majd a legtöbben fognak látogatni a tapasztalatok alapján? Ez kiszámíthatatlan, mert például karácsonykor a kovácsolást, a kovácsműhelyt látogatták a legtöbben. Hát most nem tudjuk, meglátjuk, mi állunk elébe minden kihívásnak, és várjuk a látogatókat. Hány órától érdemes oda látogatni? 10 órakor lesz a megnyitó. Dr. Cserpakovics András polgármester úr megnyitja a rendezvényt, utána közösen beverjük a szöget, a kis emléktáblának a szögét az Egyesület kapujába, és akkor onnantól kezdetét veszi a fesztivál egészen 6 óráig. 6 órakor tűzugrással várjuk a fesztivált. Érdekes, hogy említetted ezt ugye a kis szögbeverését. Ez, hogyan indult ez a hagyomány? Miért fontos ez? Hát ugye gondolkodtunk azon, hogy hát ennek maradjon nyoma, hogy minden évben megtartjuk a tűzzel-vassal fesztivált, és úgy, ahogy kezdted, nem véletlenül, hogy a 26-at mondtad, szóval amikor már a 26. kis tábla sorakozik ott, akkor az embert ez egy jó érzéssel tölti el, hogy hát igen, ez egy nagy múltú rendezvény. És mi ezt szeretnénk is így megtartani, és büszkék vagyunk, hogy ott sorakoznak ezek a kis táblák. És például most ebben a tavaszban bekerültünk a megye értéktárába, tehát a Tűzzel-Vassa Fesztivál az Fejér megye értéktárába bekerült, benne vagyunk. Hogyha már a megyei értéket említetted, akkor azt is el kell mondani, hogy azért itt a megyében működő késes dinasztiákkal is találkozhatnak, akár kiállításokon, akár pedig ott mondjuk a standoknál, és egy kicsit így ebből is ízelítőt kapunk, hogy mondjuk egyes dinasztiák között mi a különbség, kinél, hogy lehet rá is, talán a révészkésre mindenki rá ismer, de hát nyilván van még számos ilyen család, nagymúltú család itt a megyében, Igen. ugye? Igen, így van, és a magyar bicskát, mint a késes szakmának egy kiemelkedő jelentőségű tárgyát felterjesztették most, hogy az magyar örökség tárba, hogy bekerüljön, és erről is lesz ott egy beszélgetés, egy előadás, hogy lehet ez, milyen jellemzői vannak a magyar bicskának, mivel különbözünk a külföldiektől, ettől, attól, amattól. Tehát ez is egy érdekesség, egy kuriózum lesz. Hát a sok évszázados hagyomány, gondolom, Igen. hogy kialakultak Igen. ezek a műhelyekre jellemző dolgok. És még egy érdekesség, bár akik mondjuk rendszeresen látogatják a fesztivált, tudják, hogy amióta oda a Rácz utcába otthonra találtatok, és ott van az egész programsorozat és a fesztivál, azóta mondjuk a templom udvar és környékét is belakhatjátok, belakjátok, Igen. és hát ilyenkor kinyílik
a Rácz utcában található szerb templom is. Így van, is várják a látogatókat, tárlatvezetéssel, templom bemutatása, tehát egész nap, sőt egész este, mert a múzeumok éjszakája, ugye jön a Szent Efrém kórus, ugye, ahogy tavaly is jöttek, és akkor ilyenkor mi megkapjuk a templomkertet, ahol a mi kézműveseink mutatják be az ő mesterségüket, portékáikat, akkor gyermekeknek lesz népi körhinta, népi játékok, régi dolgokat kipróbálhatnak, tartunk kézműves foglalkozást, meg hát ott lesz a színpad, amin zajlik majd a műsor, és hát ígéretet kaptunk, hogy jön a Hajdúságból egy csapat, akik száraz tésztát árusítanak, de ha minden igaz, akkor még slambucot is főznek. Akkor ilyen méves mestermunkák mellett méves étkek is lesznek. Igen, igen. Hát reméljük, hogy így lesz, ez is meg lesz. Igen. És ahogy azt említetted, ugye 18 órakor szintén most már mondhatjuk azt, hogy az is egy hagyomány, hogy tűzugrás zárja a fesztivált. Igen, ezt én már így örököltem, mint amik az Egyesületnek az elnöke lettem, hogy ez a tűzugrás, ez hozzátartozott. Biztos Szent Iványi dologgal kapcsolatos, tehát az eredete valahol onnan indul, és akkor mindig az a néptánc együttes, aki eljön hozzánk, akkor ők hajtják végre ezt a tűzugrást. Van, aki előbb kicsit bátortalanabbul kezdi, vagy kisebb a tűz, és akkor azt könnyebben átugorják, aztán volt, akik már körbe táncolták, tehát erre mindig találunk módot, hogy a tűz égjen, tánc legyen, és akkor így zárjuk a fesztivált. Azt lehet tudni egyébként, hogy nagyságrendileg hány késes, kovács és fegyverműves igen. lesz? Igen, igen, 50-en jelentkeztek. Tehát 50 mester küldte el a jelentkezését, ennyi még soha. Tehát nagyon sokan vannak, úgyhogy már azt számolgattuk, hogy a Rácz utcát végigérjük, és jönnek Ukrajnából kovácsok, Szlovákiából, Csehországból például alapanyagkészítő jön, aki direkt erre az alkalomra hoz olyan acél, vas, szóval én nem értek hozzá, de ilyen darabokat, amiből a kések készíthetők. És alig várják már a késesek, hogy jön ez a úriember. Tehát akkor egy ilyen teljes nemzetközi sereg szemlévén nőtte ki magát most már ez az országos találkozó, akkor mondhatjuk hát így. Hát igen, ja, ez tényleg országos találkozó, és tulajdonképpen ez egy egyedülálló, mert sehol az országban nincs ilyen, ezt csak mi tartjuk, mi rendezzük meg. Mint megyei érték. Pontosan, így van, így van. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy talán sikerült kedvet is csinálni a nézőkhöz, nem nézőknek, nem talán, hanem biztosan, hogy kilátogasson a fesztiválra, és sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, tehát akkor lesz itt konferencia, és hát szombaton június 22-én 10 órától egészen 18 óráig várják az érdeklődőket a Rácz utca egész területére, azt, ahogy azt most hallhattuk az elnök asszonytól, hogyha tehetik, akkor látogassanak el a programra, a Tűzzel Vassal Fesztiválra, amelyet 16. alkalommal szerveznek meg, és maradjanak velünk, hiszen megyünk még tovább a palettában. Átadták az évad színésze díjat, gazdára találta a Vörösmarty gyűrű, és átadták az évad dolgozója elismerést is, hagyományosan a Vörösmarty Színház társulati évadzáró ülésén. Andrássy Máté az évad színésze, Varga Gabriella és Kricsár Kamil Vörösmarty gyűrű díjas, Keszei Kálmán hangosító az évad dolgozója, évadzáró társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház szombaton. Szikora János igazgató beszámolójában elhangzott, a 2018-19-es évad kiemelt sikert hozott, jelentősen nőtt az előadások száma, minden eddiginél több néző látogatott el a színházba, és számos olyan darab került színre, amelyre méltán kapta fel a fejét a magyar színház szerető közönség. Egyrészt sűrű volt, másrészt pedig végtelenül tartalmas. Tartalmas volt, mert számos olyan előadás jött létre, amelyeket túlzás és szerintelenség nélkül állítva azt gondolom be fog kerülni a magyar színház történet iratlan lapjai közé. Az egyik ilyen a Perely Uram című színdarab, amely egy helyi csákberényi másfél száz évvel ezelőtt történt, tulajdonképpen a nagyközönség számára ismeretlen történelmi esemény színpadi feldolgozása és bemutatása volt. Az előadás különlegessége, hogy élnek a leszármazottak, a dráma hőseinek leszármazottai,
És élnek azok az emberek, akik emlékezetükben, Csákberényben is, Nagy Igmándon megőrizték ezt a történelmi eseményt. Most a nagy közönség is megismerhette, és ez egy egész különleges színháztörténeti pillanat. A másik, az ember tragédiájának megvan a maga színháztörténeti katalógusa, és ebben mi is feliratkoztunk. Szerénytelenség nélkül mondhatom, említésre méltó az ember tragédiája előadások történeti sorrendjében az a produkció, amit Székesfehérváron létrejött, 4 rendező által, különösen úgy, hogy azt ígértük, hogy ahol Madács befejezte, ott 4 kortárs magyar író folytatja az ember tragédiáját. A sors közbe szólt, mert sajnos Térei János váratlanul eltávozott közülünk, és így 3 maradtak az írók, hogy most ez a 3-as fejezi-e be az elképzelést, vagy kiegészül egy 4-kel, azt ebben a pillanatban nem tudjuk. De tulajdonképpen történetileg, színház történetileg ugyanilyen eseménynek érzékelem Eszterházy Péter Mercedes-Benz című bemutatóját is, amely nem könnyű falat sem nézőnek, sem előadónak, viszont megéri az a csodálatos 2,5 óra, mert Eszterházy Péter utolsó színművében egész írásművészete pompázik és ragyog, és egy olyan szellemi kalandra hívja a nézőt, ami egészen páratlan. És az egyensúlyt a drámai történetek és a szórakoztató művek között 2 olyan produkcióval sikerült fenntartani, amelyekre a mai napig nem lehet jegyet kapni. Az egyik a Chicago, a másik pedig a Black Comedy. Mind a 2 nagyon szerencsés csillagzat alatt született. A Chicago egyfelől ugye lehet azt mondani, hogy ja, Istenem, a Chicago már annyiszor láttuk, millió bemutatója volt, mi lehet újat mondani. Hát igen, lehet azt mondani, hogy a Chicagót kiírjuk, akkor az különösebb izgalmat nem ígér, de ha alatta ott van, hogy a rendező Horváth Csaba, akkor azért ott lehet számítani, hogy valami történni fog. Történik is, tehát azt gondolom Fehérváron egy olyan Chicago előadás született, amely országos érdeklődésre is számot tart, bizonyítja ezt például a nagy sikerű debreceni vendégjátékunk a szabadtéri színpadon, és hát tegyem hozzá, hogy ebben a sikerben jelentős része volt a helyőrségi zenekar, fúvózenekar tagjainak is, akik egy fúvózenekarból most egy szinte hamisítatlan, a 30-as évek stílusában játszó jazzzenekarra alakultak át, egy big bandé. Az ő aktív részvételük nélkül ez az előadás biztosan nem lenne olyan frenetikus siker, mint amilyen most. Sok szerencsétlenség érte évadunk utolsó bemutatóját, a Stúdiószínházban bemutatott Vágy Villamosa című produkciót. A balesetek, színész balesetek sorozata, sajnos így kell, hogy mondjam, amelyek a főszereplő Tóth Ildikót érték. Így aztán az évad legvégére toródott a bemutatója. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy figyelem a közönséget, az évad egyik legizgalmasabb előadása született hosszú vajúdás után. Az évad záron átadták a társulat által megszavazott egyéni elismeréseket is, színésztársai döntése alapján ez évben Varga Gabriella verte át a Vörös Marti gyűrűt. Nagyon jó évadom volt, ugye rögtön kezdődött szeptemberben a Chicago bemutatóval, és az már eleve egy nagyon jó indítás volt. Valóban nem volt rá sok időnk, de ez már szerintem lényegtelen, vagy ez most már nem kérdés. Egy nagyon intenzív munka volt emiatt is, de közben egy nagyon pozitív és nagyon jó hangulatú, és az meg mindig egy külön öröm, amikor nem csak az alkotók, akik részt vesznek benne, azok kedvelik és szeretik csinálni azt, amit csinálnak, hanem ez együtt, ugyanúgy a nézőkkel együtt is, és ez nagyon jó így estéről estére érezni, hogy ők is ugyanúgy szeretik, mint ahogy mi. Úgyhogy jó kezdés volt, utána volt ugye az ember tragédiája.
De jó évad volt, abszolút, igen. Ugyancsak Vörös Marti gyűrűt vehetett át Kricsár Kamil is, aki meg annyi nagyívű darabban játszott fontos karaktereket. Nem kell a Józsi piáját. Nem Józsié? Nem minden Józsié itt, akar a házban, ami kifejezetten az enyém. Jó volt, de nehéz volt nagyon. Öt bemutatón van, az egyik három főpróba héttel, Jovágy villamosa. Úgyhogy hosszú volt és nehéz volt. És úgy jött, hogy ugye Perely urammal kezdtünk, ami nyárból jöttünk, az még, aztán jött a tragédiát, aki látta, azt tudja, hogy az nem egy egyszerű mutatvány, egyrészt próbálni se, mert hogy négy rendezővel, tehát az eléggé bonyolult matek volt. Aztán, hogy volt sorrendben? Jött utána a Black Comedy 3 hét alatt, igen. Aztán akkor jött a Vágyvillamosa 1, ha már van tragédia 1-2, Vágyvillamosa 1, akkor Szétbombázva, és akkor Vágyvillamosa 2, majd Vágyvillamosa 3, ugye a harmadszorra sikerült végre, hála Istennek, bemutatnunk. Az évad színész elismerést Andrássy Máté érdemelte ki, aki a tavalyi Vörös Marti gyűrű után ismét kiváló évet tudhat maga mögött. Amúgy, ha valakire ráemelte jeges, több évszázados tekintetét, az illető azonnal kővé vált. A kövek a mai napig láthatóak a kastély udvaron. Kezdődött ugye az arab éjszakával és a Caligulával a Pelikánban, azokat nagyon szerettem, főleg az arab éjszakát, és hát jött egy társulati összmunka, az ember tragédiája, azt is nagyon szerettem, szerencsés volt a szereposztása, de aztán a Mercedes-Benz az megkoronázta a végét, nagyon jó volt, igen. Szikora János külön köszöntötte a távozó Hirtling Istvánt és a 30 éve közalkalmazotti státuszban színészként dolgozó Kozári Ferencet is. Az igazgató még elmondta, készen áll az új évad műsorterve, olyan nagyívű előadásokat láthat a közönség, amelyek a kortárs drámák mellett a klasszikus darabokat is újra fókuszba helyezik Székesfehérváron. Kedves nézőink, Paletta Kulturális magazinnal legközelebb kedden egy hét múlva számítok majd a figyelmükre, viszontlátásra!